Részfúvósok köszöntötték a második adventi gyertyagyújtásra érkezőket december 4-én a kecskeméti főtéren. A hagyományos adventi szombatesti programon Gavin Dávid és Kuna Lajos, az M.Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola növendéke és tanára tradicionális karácsonyi dallamokkal vezették fel a programot. A gyertyagyújtáson Kis János, a kecskeméti evangélikus egyházközség lelkésze szólt a résztvevőkhöz. Most a második gyertya meggyújtására készülünk. Figyelmeztetés ez az idő múlására, a készülés elengedhetetlen fontosságára. Mert ha ezt elmulasztjuk, akkor nem leszünk készek az ünnepre. Talán nem is lesz ünnepünk. A külső körülmények után Isten a lelket vizsgálja. Mert a lelket kell felkészíteni. Talán sokkal inkább, mint máskor, 2021 kihívásai között. A második gyertya lángját dr. Zombor Gábor, országgyűlési képviselő, és Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester lobbantották fel. Múlt hétvégén kigyúltak a fények a város főterén, csodálatos a főterünk, és nagyon sokan vannak a hidegek ellenére. Ez is mutatja, hogy az embereknek szükségük van a közösségi élményekre, nem csak a családi összetartásra, hanem az egyéb közösségekre is. Az advent számomra ezt is jelenti, a közösséget, a családot és az együtt várakozást az ünnepre és az új évre. A lelkipásztor szolgálatát az evangélikus gyülekezet Glória énekkarának, valamint ifjúságának kórusa kísérte. Műsoruk végén énektanulásra hívták a közönséget, hogy aztán együtt kérjék dallal, Jöjj népek megváltója!